Újra kiélezték a katonákat a démonírtáshoz. Tanjiroék a pillérek edzését végzik, hogy felkészüljenek Muzan serege ellen. Egyedül harcolni veszélyes, de ha úgy fejlődik valaki, mint Jinwoo, akkor nincs mitől félni. Shidónak végre sikerül megszereznie Kurumi szívét. Ki az a Star and Stripe? Sziasztok! Ez itt a Mosi, benne az anime élmény videó sorozatunkkal, amelyben ezúttal olyan animéket mutatunk be, amikben harcok, képességek, móka és lányok vannak. A Solo Leveling egy olyan anime adaptáció, ami egy kórai manba alapján készült és ütősen képviseli az isekai sorozatokat. A konfliktust az adja, hogy a világunkban különböző portálok jelennek meg, amiken át szörnyek jutnak át a földre, akik pusztítanak, és ennek hatására az emberiség súlyos károkat szenvedett. Az egész bolygóra kiterjedt azoknak a kapuknak a feltűnése, amik különböző dimenziókba visznek, az ott lévő szörnyekre pedig nem hatnak a hétköznapi fegyverek. Még akkor se, ha rakétákról vagy bombáról beszélünk, itt csak azok küzdhetnek meg velük, akiknek olyan szuper képességeik vannak, ami hasonlít a videójátékokban lévő varázserőkre. Ezáltal a kapuk megjelenése óta a népek között emberfeletti erejű személyek születtek, akiket vadászoknak hívnak, és nekik kell elrendezni a kapukat. Átmennek rajtuk, és lejátszák a meccseket pont úgy, mint a videójátékokban, és ha végeztek, visszatérnek a saját világukba. Meg kell tisztítani a kazamatákat, és erre a vadászok megélhetésként gondolnak, vagyis céheket alapítottak, és rangsorolják őket a hatalmuk alapján. A főhősünk Sung Jinwoo az E-rangot kapta, amivel a leggyengébb vadásznak számít, de így is eljár harcolni, és amikor a csapatával egy könnyűnek ígérkező küldetést végeznek, találnak egy alagutat, ami mélyebbre vezet. A kapzsiságukkal vezérelve elmennek a helyre, ám ott olyan borzalmak fogadják őket, ami minden képzeletüket felülmúlja. Jinwoo mindenki nagy csodájára túléli a kalandot, és olyan felülethez fér hozzá, ami csak neki érhető el. A titokzatos rendszer olyan erő birtokába juttatja, amiről álmodott, de idővel kiderül, hogy mindennek megvan az ára. Az anime 12 részes, és tele van harcokkal és vérengzéssel, ám a központja az, ahogy Jinwoo megküzd a boss harcokkal, és egyre nagyobbá válik a hatalma. A Date Alive ötödjére is be akarja vonzani a rajongókat, így ismét jönnek a szellemlányok, akik katasztrófát okozhatnak az erejükkel. Az ötödik évadban Itsuka Shido olyan nagy veszéllyel áll szemben, amihez képest a korábbi esetei Buckfeetnek számítanak. A Ratatosz korral továbbra is megtartotta a kapcsolatát, és ennek hatására már 10 szellemet pecsételt le. Isaac Westcott viszont szőtt egy gonosz tervet, ugyanis végezni akar a hősünkkel, és meg akarja szerezni a felhalmozott, spirituális erőt. Ő vezeti a Deus Ex Machina Industries-t, így egy befolyásos alakról van szó, és hogy elérje a célját, háborúzni akar a Ratatosz korral. Azon van, hogy kimerítse az Egyesületet, és ezzel Shido egyre nagyobb keletcébe kerüljön, azonban a túlerő ellenére a remény mégis felcsillan, amikor az idő szelleme Tokisaki Kurumi képbe kerül. Shidónak el kell csábítania a lányt, és le kell pecsételnie a hatalmát, hogy az erejét megszerezve vissza tudjon utazni a múltba. Ott szembe kell szállnia azzal, aki az egész katalizátorát okozta a szellemlányok megjelenésének, vagyis az eredet lelkével kell ezúttal kiállnia. Az anime 12 részes, és az akciók, valamint a spéci erők mellett számíthatunk fanszervízre és poénokra is. A My Hero Academia 7. évadjában fokozódnak a harcok és a tét is, mert azon vannak az oldalak, hogy ki fogja megszerezni a világ feletti uralmat. All for One két oldalról is közelít, hiszen a saját testében is szervezkedik, illetve Shigaraki megszállásában is előre van haladva. A durranást ezúttal az Amerikából érkező Star and Stripe adja, aki a világ legerősebb nőjekét van számon tartva, ugyanis olyan szuperképességgel bír, amivel eddig még Dekuék nem találkoztak. Nem érnek ellene semmit a kicsinyes trükkök,
mert olyan, mintha egy istennő lenne, ezért a hatalmával eldöntheti az egész háborút. All for One azon van, hogy megszerezze a hősnőnk képességét, ez alatt pedig Spinner olyanná válik a nép szemében, mint Stain, így a képességeik miatt megváltozott kinézetű emberek új bálványt találtak. Az évad 21 részes és a grandiózus történet mellett óriási látvány is van benne, amit főleg Star ereje által láthatunk, akinek a szálakba való csatlakozása szó szerint az egekbe viszi a nézőket. És most következzen néhány megemlítésre való anime, amiről érdemes még tudnod. A Konosuba harmadik évadja visszahozza a mókát a képernyőre, mert ugyanolyan vicces, mint az előző évadok. A 11 részes produkció ugyanúgy a csapatra koncentrál, és Megumin külön kaladja után sokkal jobb az egész csapatot egyben nézni, ahol a fanszervíz, a szórakozás, a fantasy hangulat a nagyon nagy lény. A Mushoku Tensei második évadjának part 2-je komolyabbá teszi Rudeus és Sylphid kapcsolatát, hiszen miután a hősünk férfiassága meggyógyult, feleségül is akarja venni a hősnőnket. Rudeus kutatásba kezd, ráadásul képbe kerül egy levél is az apjától, amivel növelik a bonyodalmakat. Az évad 12 részt kapott, és a varázslatokon, az akciókon kívül a romantikára is jut benne idő. Sőt, olykor merészebb megvalósításban is, így a fanszervíz elég jó benne. A Tsukiga Michibiku második évadjában Makoto tovább építi a közösségét, míg a nagyágyú követői ugyanúgy szolgálják és terelik az útját, mint az előző évadban. Újdonság viszont, hogy a főhős tanít is, és neki is tanulnia kell, miközben egy új sárkány is feltűnik a színen. Az anime 25 részes, így van mit nézni belőle, és a poénok mellett akciókkal, és olykor fanszervízzel is kínálkozik. A Demon Slayer széria az egyik legnépszerűbb anime lett, így a harmadik évad sikere után el is jött az újabb szál, ami a negyedik évad lett, és a Hashira Training Arc címet kapta. A feldolgozás a manga 15 és 16. kötetéből készült, az első rész pedig egy közel egy órás nyitással lepi meg a rajongókat. Az évad Tanjiro-ról és a szövetségeseiről szól, akik a kő pillér, Gyomei útmutatását akarják megtanulni, aminek hatására a démon vadászok egy különleges edzésen vesznek részt. Még erősebbé kell válniuk, hogy készek legyenek a mindent eldöntő végső csatára Kibitsuji Muzan ellen, aki nem adta fel Ubuyashiki és Nezuko megtalálását. A Hashira Training történet előtt vetítettek a moziban egy beharangozót, ami a Swordsmith Village arc utolsó jeleneteit tartalmazta, és az új évad első szakaszát. A negyedik évad visszatérő szereplőket is felvonultat, ugyanis itt van a megváltozott külsejű Tengen, aki a második évad után tanítóként segít, valamint nem maradnak el a feleségei sem, akik ugyanúgy látványosak maradtak, egyes nézői lázongás ellenére is. Tokito és Mitsuri állandó szereplővé válta, de számíthatunk Tanjiro két társára, Zenitsura és Inosuke-re is. A szél és a kígyó pillér az egyik központja a történetívnek, így többet tudunk meg az erejükről, és arról is, hogy mit gondolnak a démonok elleni háborúról. A rajzolás most is elképesztő, míg a hangulat hatalmas az esti jelenetekkel, és ezúttal is olyan zenék szólalnak fel, amivel csúcsra él az élményünk. A pillérek a saját stílójukkal edzik a társaikat, míg Gyomei az egész csapatot egyben tartja, és izgalmas megismerni őt. Poénra és nezupózásra is számíthatunk, de a komolyság most fontosabb a hősnőnkkel, hiszen fényben járóként ő és a rávadászó Muzan adhatja a legjobb jeleneteket. Ha nektek is megvan a véleményetek a Solo Levelingről, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, nektek ugyanolyan jó-e a Demon Slayer, mint 2020-ban. Ez volt az anime élmény, amiben mindig elhozzuk neked a jó animéket, amiket érdemes megnézni. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is, sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.